A beköltözéssel járó negatív hatások elkerülése a Pécelen élők komfort érzetének javítása érdekében a helyi képviselőtestület megalkotta a változtatási tilalom elrendeléséről szóló önkormányzati rendeletet. Város szempontjából az egyik eklatánsabb rendeletünk most a változtatási tilalom elrendelése volt. Ez Pécelnek több frekventált területét érinti. Ez gyakorlatilag arról szól, hogy ugye a változtatási tilalmat 3 évre lehet egy-egy területre meghirdetni. Ez alatt az idő alatt ezen a területen semmiféle egyéni fejlesztés, belterületbevonás vagy egyéb nem kezdhető meg. Sokat gondolkodtunk azon, mert ugye ez egy eléggé kedélyborzoló eljárás minden település életében. Sokat gondolkodtunk azon, hogy meglépjük-e, és miután nap mint nap tapasztaljuk itt ez nagymértékű beköltözésnek a káros következményeit, úgy döntöttünk, hogy testületileg mellé állunk ennek a változtatási tilalomnak. Mindenképpen célszerű elkerülni, hogy egy Havanna lakóteleppé fejlődjön Pécel, és azok, akik most éppen emiatt a kertvárosias kedves jellege miatt költöznek ide, egyszer csak azt tapasztalják, hogy semmi különbség nincs a terület között, ahonnan elköltöztek, és Pécel között. Én azt gondolom, hogy ha felelősen gondolkodunk, mint városvezetők, az elsődleges célnak most annak kell lennie, hogy valamilyen módon infrastruktúrába utol tudjuk érni ezt a mértéktelen beköltözést. Az, hogy az elődeink ők ezt nem gondolták végig, és amikor a belterületbe vonások annak idején megtörténtek, nem követelték meg az ottani fejlesztőktől az infrastruktúra 100%-os megépítését, ez egy dolog. Ezzel mi most már szembesülünk, már 9. éve, de nem folytathatjuk ezt a tevékenységet semmiképpen, tehát itt az itt élők komfort érzetének a javítása az egy elsődleges feladat. Tehát most ezt kell elérnünk, és mindenfajta ilyen egyéni kezdeményezés és egyéni gazdagodási szándékot gyakorlatilag félre kell tennünk most. Mikortól fog életbe lépni, illetve az előzőeket ez mennyire befolyásolja, hiszen töménytelen mennyiségű építkezési engedély van máig is kiadva? Hát gyakorlatilag az előzőeket, tehát szerzett jogot elvenni nem lehet. Ez az előzőeket semmilyen mértékben nem befolyásolja, bár befolyásolhatná, annak örülnénk a legjobban. És ez a kihirdetés napját követő 24. órában lép életbe, tehát már ki van hirdetve, már életbe lépett ez a változtatási tilalom. Ez inkább azt gondolom, hogy azoknak nyom féket, akik rendelkeznek nagyméretű külterületi földrészletekkel, esetleg már a telekosztást is elkészítették ezen a területen, de az elmúlt 7 évben nem kezdtek hozzá az építkezéshez. Ezeket a területeket érinti elsősorban. Információk szerint Pécsen mely területén jellemző, hogy kis helyre sok lakóház épül? Hát azt gondolom, hogy most már nincsen különbség. Tehát elértük a fejlesztéseknek azt a fokát, amikor már a belterületi foghitelkeknél is folyamatosan jelentkeznek az igények. Sőt, nem egy esetben tapasztaljuk, hisz hozzám futnak be több mire ezek a kérések, hogy nagyobb belterületi telekkel rendelkezők telek megosztással szeretnének valamilyen módon pénzhez jutni, hisz akárhogy is nézzük, 15-20 ezer forint között van ma már Pécelen is az építési telkek négyzetmétere. Minél frekventáltabb helyen van a telek, annál magasabb értékű, mint mindenhol a világban. Mi kifejezetten az üresen álló belterületi részhez közeleső területek stopját rendeltük el, tehát nem mostantól kezdve 3 éven belül ezt semmiképpen nem lehet megtenni. Ami még nagyon fontos, hogy ez alatt a 3 év alatt nekünk egy olyan településfejlesztési politikát kell kialakítani, és következetesen megkövetelni az esetleges fejlesztőktől. Nem az a baj, hogy fejlesztenek. A baj az, amikor a fejlesztés egyirányú, és csak saját zsebre megy. Tehát itt gyakorlatilag a közösségnek annyit kell kapni legalább, mint amennyit a tulajdonos elvisz haza, mert ha beköltöznek, kell bölcsődei létszám, kell iskolai létszám, arról nem is beszélek, hogy a szennyvíztelepünk közel 90%-os kihasználtsági fokon működik. Gyakorlatilag így, hogyha ezt így folytatjuk, azt érjük el, hogy a magánberuházások terhére önkormányzati beruházásokat nem tudunk megvalósítani, mert egyszer csak ez a szűkös kapacitás betelik, és el fogja utasítani a DPMV ZRT a rákötési kérelmeket. Tehát nekünk mindenképpen tartalékot kell képezni ebben az irányban is.